Meg kell nyitni az iskolákat, vissza kell indítani a hagyományos oktatást, hívja fel a figyelmet Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei parlamenti képviselőjelöltje. Az egyetemi adjunktus szerint megfelelő óvintézkedések betartásával elérhető, hogy a járvány ne terjedjen, de a gyerekek, fiatalok észszerű keretek között tanulhassanak. 12. iskolásként nem szeretném utolsó évemet otthon tölteni. Nekem fontosabb az osztálytársaimmal találkozni, mint egy képernyőre bámulni egész nap. Én az alapos szervezés híve vagyok, és tudom azt is, hogy az online tanítás egy hiánypótló megoldás ebben a járványhelyzetben. Az igazi iskola sokkal többet nyújt. Brassói fiatalok, szülők, pedagógusok, nagyszülők számolnak be arról, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az online oktatásnak. A többség úgy gondolja, nem pótolja azt, amit a hagyományos oktatás nyújt. Azt látjuk, hogy szeptemberben a jelenlegi kormányfő kijelentette, hogy az iskolák egy biztonságos, kontrollálható tényezőt jelentenek. Ez a helyhatósági választások előtt volt, utána a helyhatósági választások után hirtelen megváltoztatta a véleményét, és azt mondta, hogy be kell zárni az iskolákat, holott az iskolákon belül az iskolák miatt nem nőtt a fertőzések száma, tehát vannak statisztikák, amelyek ezt bizonyítják, csak hogy nekik sokkal könnyebb volt az, hogy bezárják az iskolákat, mint hogy megszervezzék az iskoláknak a biztonságos voltát, és tovább is nyitva tartsák. Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei képviselőjelöltje szülőként is, egyetemi adjunktusként is az online oktatás hátrányosságaira hívja fel a figyelmet. Szerinte sok diák lemarad, mert nincs megfelelő eszköze vagy internet elérhetősége. Ezen változtatni kell, hangsúlyozza. Ki kell dolgozni a biztonságos oktatás módszertanát, és meg kell nyitni az iskolákat.